Ma reggel egy új traktátus fogunk kezdeni, és mindenek előtt, mielőtt a részletekbe belemennénk, tegnap elkövettem egy hibát, amivel Balázs még jó, hogy fölhívta a figyelmemet, ugyanis én úgy készültem, hogy a Skalim traktátus után a Rosh Hashanah traktátus következik, az új évről szóló traktátus, de nem, a Dafa Yomi programban, a napi Talmud tanulás programban a Juma, a Yom Kippurról szóló könyv következik. Ugye ez a számomra azért is jelentett most problémát, mert én már lefordítottam az első lapját a Rosh Hashanah traktátusnak, úgyhogy most kezdhettem előről tegnap a Juma traktátussal, de se baj, erre is mindjárt visszatérünk. De mi volt az oka ennek a zavarnak? Önmagában különben, mi az oka annak, hogy ez a sorrend? Ugye mi volt a sorrend? Kezdtük a Brachot traktátussal, ugye az még a mezőgazdasági törvényekhez tartozik. Utána a szombat, az Éruvim, a Pszachim, Skalim, és utána jön a Juma vagy a Rosh Hashanah. Mi az, ami a Skalim után jön? És logikus az lenne, hogy és a nyomtatott Talmudokban is ez a logikus, hogy az év sorrendjében vannak, következnek egymás után az ünnepi naptár, a naptári év ünnepeinek a sorrendjében következnek egymás után a könyvek. Tehát először van nyilván a szombat, ami a legfontosabb, és utána jön a Éruvin, ami a szombathoz tartozik, a Pszachim, ami az első ünnep, és utána megyünk sorba, Rosh Hashanah, Szuka, Béca, szóval van egy sorrendje az évnek megfelelően. De a Misnában ez a nyomtatott Talmudokban így is van. Tehát a nyomtatott Talmudokban nem tévedtem, a Rosh Hashanah az, ami a következő. Viszont a Misnában, amit a Daf Yomi program is követ, ott nem ez a sorrend, hanem előbb van a Juma. Miért? Akkor szeretném felolvasni nektek a Maimonidesnek a Pirusa Mishnayos, a Misnához írt kommentárjának van egy hosszú bevezetője, és ebben a bevezetőben tulajdonképpen végigveszi az egész szóbeli tannak a keletkezését, és a Misnának a szerkesztését, és minden. És itt, amikor a Széder Moed, az ünnepek sor, a ünnepekkel foglalkozó Misna könyvek, Meszechték sorrendjéről beszél, akkor a következőt mondja. Azt mondja, kezdjük a szombattal, mert ez az első és legfontosabb az ünnepek közül. Utána rátérünk az Éruvinra, az Éruvin traktátus, vagyis ez kapcsolódik a szombathoz. A szombat után és az Éruvin után jön a Pészach, mert ez volt az első micva, amit Mózes kapott. Ugye amikor kijöttek Egyiptomból, akkor még az egyiptomi kivonás előtt a Pszachim ünnepe meg lett hagyva a népnek. Utána a Pszachim után következik a Sékelek könyve, ugyanis mi következik a Tórában is, a kivonulás után következik az, hogy mindenki adjon egy fél sékelt, Skalim. Ezért a Skalim traktátus követi a Pszachim traktátust. És utána következik a Jom Kippur. Miért? Mert a Tórában is a Kitisza heti szakasz után, ami a Skalim traktátus, következik a tehát, hogy ami a félsékelkel foglalkozik, következik az Achrei Mois traktátus, nem közvetlenül utána, de sorrendben utána jön, ami pedig a Jom Kippuri szentély szolgálattal foglalkozik. Akkor milyen ünnepünk maradt még? Maradt még ugye a Sávuot ünnepe, a Szukot ünnepe, és a Rosh Hashanah ünnepe. Ugye ezek a fő ünnepek, amik még maradtak. És ezért, akkor, amikor vége van, tehát akkor túl vagyunk már a Pszachim, Skalim, Juma, ami a Jom Kippurral foglalkozik, akkor először foglalkozna vagy a Szukottal, vagy a Sávuottal. A Sávuottról nagyon sokat nincs mit mondani, mert a Sávuotról nem nagyon van mit mondani, mert a Sávuotnak nincsen önálló micvája. A Sávuot az a torolás ünnepének szoktuk nevezni, de nincs semmi micva, hanem csak egy ünnep van aznap. Ezért arról nem nagyon van mit mondani. Ennek lesz a könyve majd a Béca,
a tojás, az ünnepen született tojás, tojásnak a könyve, van egy ilyen könyv is, de azt még megelőzi a szukot, mert annál, ahogy az előbb mondtuk, több micva van, és akkor a legvégén marad a Rosh Hashana. Tehát akkor a sorrend az az, hogy szombat, Pszachim, Skalim, Juma, tehát a Jom Kipur, amit most fogunk tanulni, ezek a Tórában szereplő, a fontosság és a Tórában szereplő sorrendet követi. Utána a Juma után jön a Szuka traktátus, ami a két maradék ünnepből a fontosabb, utána a Béca, ami ugye szimbolizálja a Sábolt ünnepét, és utána a legvégén a Rosh Hashana. Ez a Misna-beli sorrend, és ezt a sorrendet követi a Daf Yoimi tanulása is. A mi sorrendünk, a nyomtatott talmudokban, babiloniai talmudokban viszont a sorrend az évben szereplő, az ünnepeknek az évben egymás utánosságát követi. Tehát előbb van a Rosh Hashana, utána a Juma, utána a Szuka, és utána a Béca, azért, mert ez a sorrend az év során. Oké, okay, akkor innen jött a félreértés. Ugye hála Istennek a Balázs szólt, úgyhogy én is észre kaptam, és akkor most a jó könyvet kezdjük el. Milyen rossz lett volna, hogyha ezt mondjuk egy hét múlva tudjuk meg, hogy a tanulási programban rossz helyen tartunk. Oké, okay. Hát akkor most el fogjuk kezdeni a Juma traktátust tanulni, ami ugye eddigi kis bevezetőnkben is kiderült, a Jom Kipuri dolgokkal, a Jom Kipuri szolgálattal, a év legszentebb napjának szolgálatával foglalkozik. És talán megkaptátok, a Klári kiküldte kora reggel az első próba fordítást, ami 6 A4-es oldalra sikeredett. Nem ígérem, hogy ezt minden DAF-nál képes leszek csinálni, de amennyit képes vagyok, azt meg fogom tenni, és el fogjuk mindig küldeni, illetve remélem, hogy be fog állni egy rend, hogy a napitalmud.hu-n az aktuális napnál megtaláljátok a fordítást. Hát, ha nem mindenki megkapta, ha nem, akkor Klárinak írjatok egy e-mailt, vagy szóljatok neki a Facebookon, és ő elküldi a mait, és remélem, hogy a holnapinál már beáll a rend. Tehát tudjátok abból is követni azt, amit tanulunk. Én nem abból fogom követni, hanem az eredeti szövegből, de mindenképp egy nagy segítség lesz nektek. Most pedig akkor térjünk rá magára a Juma traktátusra, ami a Jom Kipuri ünnepről szól. Ugye manapság a Jom Kipur az ugyan még mindig a legfontosabb ünnep, nem változott semmit a Talmud idők óta, de miben emelkedik ki a Jom Kipur? Természetesen a böjtben, mindenki tudja, hogy ez a nap, amikor böjtölünk, amikor engesztelést szeretnénk szerezni a vétkeinkért, amikor Isten megbocsájt mindent, amit rosszat, amit követtünk az elmúlt évben, egy új lappal tudunk indulni. Ezt is jelenti, hogy a Kipur az azt jelenti, hogy tisztítás, letisztítani a múltat, és egy új kezdetet kezdeni. Ez a Jom Kipur. De a szentély idejében a Jom Kipurnak volt egy egészen más, nem kevésbé jelentős vonása, és ez pedig a szentélybeli szolgálat. Ugye magát a szentélybeli szolgálatot azt a főpap végezte, Kohén Gadol. Ez volt tulajdonképpen, azt mondhatjuk, a főpapi státusznak a legfontosabb része, hogy a Jom Kipurkor ő egyedül végzi az egész napi szolgálatot. Magának a szolgálatnak a elég részletes leírását megtaláljuk a Ahré Mot szakaszban a Tórában, ami Mózes 3. könyvének 16-os fejezete, érdemes megnézni és elolvasni. Ott részletesen végveszi, hogy a főpap hogyan végezze a szolgálatot, és ennek a szolgálatnak egy részletesebb kifejtése benne van a Jom Kipuri Machzorban, a Jom Kipuri ünnepi imakönyvben, benne van, magyarul is most már ugye megvan egy 15 éve, benne van a Jom Kipuri szolgálatnak Szédele Vajda, az a hosszúra nyújtja a Jom Kipuri reggeli imát, hogy délután 2-3-4-kor fejezzük be, azért van, mert egy órán keresztül mondjuk, hogy hogyan végezte a szolgálatot a főpap a szentélybe. Úgyhogy a Juma traktátus, ami 85, ha jól emlékszem, labból áll, az nagyobb részben, legalább a felében ezzel a szolgálattal, a Jom Kipuri szentélybeli szolgálattal foglalkozik, úgyhogy sok minden pluszt meg fogunk tudni a szentélyről, amit már az előző
két traktátusban is elég részletesen volt róla szó, ugye a Pszachim traktátusban és pláne a Skalim traktátusban, és sokat meg fogunk tudni a főpapról is. Elég sok mindenről lehetne a bevezetésben beszélni, de inkább szerintem lássunk is rögtön hozzá az első misnához, és majd útközben, ha lesznek olyan fogalmak, amelyekkel kicsit kell egy kis bevezetés, akkor azt meg fogjuk tenni. Hát akkor kezdjük is el. Ugye misnával kezdünk, és azt mondja a misna. Sivász jamim köidem, jamim kipurim ma frissinka en gadol, de beiszaila liskaszpat hedrin. Hét nappal a Jom Kipuri szolgálat előtt elválasztják a főpapot az otthonából, és külön választva elhelyezik a Pathedrin kamrába. Pathedrin kamra az egyik kamrája volt a szentélynek, és ott ült, ott volt hét napon keresztül. Ugye mi az oka ennek az elválasztásnak, arról később lesz szó, de mindenképpen egy felkészülés a nagy napra. Skinilloi kajenáher táhta, sem, hogy erre baj pszul, még egy dolgot csinálnak, kineveznek egy helyettes főpapot. Miért? Ha mégis úgy alakulna, hogy valamilyen alkalmatlansági tényező beáll a főpapnál, akkor ne legyünk ott Jom Kipur napján, és nincs, aki végezze a szolgálatot. Ugye, mint az amerikai elnöknek is van egy helyettese, csak azért, hogyha az elnökkel valami történik, akkor rögtön legyen, aki viszi a stafétát. Ugyanez a helyzet le Havdil a főpappal is. De Judai, mert Áf Issa Maszkinin. De Judai nagyon érdekes felvetés mond. Azt mondja, nem csak egy helyettes főpapot, mert helyettes feleséget is kineveznek neki. Miért? Sem a Tamusz István, mert lehet, hogy a felesége meg fog halni. És ugye a Jom Kipuri szolgálatot a főpap csak akkor végezheti, hogyha egy házas ember. Miért? Ahogy ma, mert a Tóra azt mondja, hogy hipe bádajó bád bészaj. Tóra azt mondja, hogy és szerezzen engesztelést magának és családjának. Ki az a családja? Bészajző István, az a felesége. Minimum a család, az a feleség. Ugye a ház, az minimum a feleség. Akkor, ha nem lesz felesége, akkor nem tudja a családnak az engesztelést megszerezni. Akkor mindenképpen szükség van arra, hogy legyen férje, nem, legyen felesége. Mi történik akkor pont Jom Kipur előtti nap meghal a felesége? Rögtön legyen még egy feleség. Magyarul behelyeznek egy pótfeleséget hozzá, mellé. Hogy nehogy feleség nélkül maradj. Ugye ez régen még egyszerűbb volt, mert az embernek lehetett egyszerre két felesége, ugye a több neműség nem volt tilos, tehát a dolog tudott működni. Amrulaj, ugye mi annak az értelme különben, majd ez később lesz erről szó, hogy az ember, amikor könyörületén imádkozik, akkor ha nincsen saját családja, akkor kevésbé tudja átérezni másoknak a fájdalmát. Az empátiát növeli, ha az embernek van saját családja. Amrul Lajer azt mondták neki, na ne, ez túlzás. Most azért legyen még egy felesége, hogyha meghal a felesége, akkor esetleg a helyettesének is legyen még egy felesége, mert mi van, hogyha ővel valami történik, belép a helyettes, de a helyettesnek meg közben meghalt a felesége, akkor neki is legyen még egy, és a helyettesnek is legyen még egy helyettese, és a helyettesnek is legyen... Előfordulhat, hogy mindenki meghal, de a dolognak nincs vége, nem kell ennyire túlzásba vinni. Amrulaj, imken éled a vörszöjv. Ha ilyen dolgok miatt is aggódnánk, akkor a dolognak nincs vége, soha nem lesz vége. Mindig tartani kell, egy slippery slope, ahogy mondani szokták, egy csúszós lejtő, hogy már a végén bármi előfordulhat, ezért minden esetőségre nem tudunk egy ilyen biztonsági intézkedést tenni. Oké. Okay. Akkor eddig tartott a misna, most arról fogunk ma beszélni, hogy miért, honnan tudjuk, és miért van ez a hétnapi elkülönítés. Ugye alapvetően a hétnapi elkülönítés lényege az az, azon túl, hogy lélekben felkészüljön a főpap a Jom Kipuri szolgálatra, ezen kívül az a lényege, hogy hogy nehogy tisztátalan legyen. Ugye? Tisztaként menjen és végezze a szolgálatot. Ugye a hét nap az a maximum, amit várni kell a megtisztuláshoz, és ezért csinálják ezt így. Most van egy másik szabály is, egy másik szolgálat is, ahol ugyanilyen hét napot kell várni a szolgálat végzése előtt, és elkülönítik hét napra a papot, aki a szolgálatot végzi, és ez nem más, mint a Sreifa Szapara, a vörös tehén égetésének a
szolgálata. Ugye a vörös tehenet nem olyan gyakran csinálták, de azt mondjuk, hogy összesen 9 vörös tehén készült a történelem során, és mi a vörös tehén lényege, hogy a hambaival tisztítják meg a halotti tisztátalanokat. Az a kohén, aki végzi a vörös tehén szolgálatát, aki levágja, elégeti, stb. Stb., az ugyancsak 7 napig el van választva a többiektől, ugyanúgy, mint a Jom Kippuri szolgálatot végző főpap. Tnán haszam, sivászömim könyvim széfasz a parmájum, a frissin könyvim széfasz a parmájum, beiszenin iska, alpneabira. Tanultuk a Pará traktátusban, ami ugye egy misna traktátus, ami kifejezetten a vörös tehénnel foglalkozik, 7 nappal a tehén égetése előtt leválasztották azt a kohanitát, aki az égetést végezte a házából, az otthonából, abba a kamrába, ami alpneha bira, ami a bira előtt van. A bira ma héberül azt jelenti, hogy sör, de nem csak ezt jelenti, azt is jelenti, hogy főváros különben a mai héberben. Itt nem világos, hogy mi az a bira előtti kamra. Ez mit jelent? Erről már mindjárt lesz szó. Hol volt ez a kamra? Szfajna mizraha. Észak-keleten. Itt, ha azt mondjuk, hogy ez a szentélyben volt, akkor a szentély észak-keleti csücskében. Liskász Bésze Eben Hajszanik rész, és úgy nevezték ezt a kamrát, hogy a kőkamra. Tehát, még egyszer összefoglalva, mielőtt elvégezte a szolgálatát a vörös tehén égetésének a pap, akkor elkülönítették egy kamrába, ami a szentély észak-keleti csücskében volt, és ezt a kamrát úgy nevezték, hogy kőkamra. Oké, miért nevezték úgy, hogy kőkamra? Lama Nikas ma Liskasz Bészájában, se kolmászeha klé glalim, klé a vanim, klé a domo. Mert arra utalt ez, hogy a vörös tehén szolgálatával kapcsolatban lépő összes eszköznek nem volt szabad csak agyagból, kőből vagy trágyából készülnie. Ugye ezek azok az anyagok, amelyek nem a hagyományos eszközanyagok, nem fa, nem fém, nem cserép, ezek nem válnak tisztátalanná. És nagyon elővigyázatosak voltak, hogy semmilyen tisztátalanság ne érintkezzen a vörös tehénnel, és ezért csak ilyen eszközöket lehetett használni. Jellemzően kő eszközöket. És azért nevezték azt a kamrát, ahol a papot félrerakták 7 napon keresztül kőkamrának, mert kőeszközöket használtak a vörös tehén szolgálatánál. Azt mondja a Talmud, mi ennek az oka? Miért kellett ennyire elővigyázatosnak lenni? My time-a. Kivendet full jam kasher be pare. Mert van egy másik terület, ahol viszont egy engedményt tettek a pap tisztaságának a kapcsán. Egy másik kérdés, amiben a pap, aki a vörös tehenet készítette, nem kellett, hogy olyan szigorúan tiszta legyen. És akkor kompenzálni akartak. Volt egy terület, ahol nem kellett, hogy annyira tiszta legyen, és volt ezért egy másik terület, ahol viszont kompenzálták, hogy viszont nagyon tiszta, nagyon kellett ügyelni a tisztaságra. Mi volt az a terület, ahol nem kellett annyira ügyelni a tisztaságra, sőt kifejezetten nem ügyeltek? Az a tfúlyom. Ki emlékszik, mi az a tfúlyom? Mindenki. Nem emlékszel? Mindenki emlékszik. Akkor ne is mondjátok. A tfúlyom az, aki elment a mikvébe, de... Ah! Klári, egy igazi talmudista. Miért nem tisztult még meg? Nagyon jó, még nem jött el az este. Még nem jött el az este. Ugye? Akkor azt mondjuk, amikor van 3 szint, 2 szint. Tvulion és Mechusar Kippurim. Valaki elment a mikvébe, de még nem szállt alá az este. Valaki elment a mikvébe, de már alá, és már alá is sem szállt az este, de még nem hozta meg a másnap reggeli megtisztuláshoz kapcsolódó áldozatot. Igen. Van is, reggel is van. Így van, Klári jól emlékezett. Szóval, hol tartottunk? Igen, most. A pap, aki végzi a vörös tehén szolgálatát, ő tiszta kell, hogy legyen, de nem kell, hogy már alászálljon az este. Elég, ha csak elment a mikvébe. Oké.
Ez most egy ilyen mellékes, nem tudjuk olyan lényeges kérdésnek. Hát várjuk meg az estet, most kitérnek el. Nem, biztosra megyünk. És volt egy vita a cdukim, a szadaceusok és a zsidók között, a prusim, a farizeusok között, hogy hogyan kell ebben a kérdésben eljárni. Ugye a cdukimről azt kell tudni, a cdukim az egy zsidó szekta volt, Cadok papnak a követői, akik különösen a második szentély Hasmoneus királyság alatt váltak egyre jelentősebb csoportá, és ezek bizonyos szempontból szigorúbbak voltak, mint a prusim, mint a rabinikus zsidók, a farizeusok, bizonyos szempontból nem. Mindenképpen a Tóra szóbeli értelmezését, szóbeli hagyományát elvetették, és a saját maguk módján értelmezték a Tórát. És ők mit mondtak? Ők azt mondták, hogy a szövegből, ahogy már mindjárt látni fogjuk, ami a vöröstehén készítésével kapcsolatos szöveg a Tórából, úgy tűnik, hogy a pap, aki készíti a vöröstehenet, annak teljesen tisztának kell lenni. Nem csak el kell menni a mikvébe, hanem az estét is meg kell várni. A rabbiknak, a farizeusoknak volt egy másik hagyományuk a szöveg értelmezésével kapcsolatban, és ők azt mondták, hogy nem kell, hogy megvárni az estét. Elég, ha csak elment a mikvébe. És azért, hogy a rabbik mutassák, hogy nekik van igazuk, és nem a cdukimnak, ezért direkt nem várták meg, hogy alászálljon az este. Direkt tisztátalanná tették azt a papot, aki amúgy 7 napot külön volt választva, elküldték a mikvébe, és nem várták meg az estét. Hogy mutassák, hogy a cdukimnak nincs igaza. Ugye ez most kicsit ilyen kötekedőnek tűnik, innen nézve, de meg kell érteni, hogy abban az időben ez egy hatalmas vita volt, mint a manapság a reform és az ortodox zsidóság között. És kellett, úgy érezték a rabbik, hogy kell egy elválasztást tenni, mert különben össze fognak folyni a különböző elvek és a különböző csoportok. És akkor ez egy ilyen ügy volt, ami azért is érdekes, mert ez a vöröste nem volt egy gyakori ügy, ez összesen 9-szer volt a történelemben, mégiscsak így jártak el. Nos, akkor itt direkt tettek egy engedményt, viszont azért, hogy az emberek ne vegyék könnyelműen emiatt az egész vöröstehén tisztaság, tisztatlanság kérdését, ezért abban a tekintetben, hogy milyen edényeket használtak, abban a tekintetben tettek egy szigorítást, és csak kőedényt lehetett használni. De ahogy tanultuk, mert táminhajóhakkaihén asszai refeszaparamát binina iszaj, le iszmi libonsöcdokim, ahogy tanultuk, hogy a kohanitát, aki végezte a szentélyben a vöröstein szolgálatát, az direkt tisztátalanná tették, majd elküldték a mikvébe, és nem várták meg az estét, azért, hogy ezzel mutassák, hogy a cdukimnak, a szadaceusoknak nincs igazuk. És a hajó aimni, mert mit mondtak a szadaceusok, mert semmi sajnán lászesz. A szadaceusok azt mondták, hogy nem szabad, csak ha már alászállt az este, és már teljesen megtisztult, csak akkor szabad, hogy végezze a szolgálatot. A kínulára, banunkliá, és ezért viszont a másik oldalról szigorítottak a rabbik, és azt mondták, hogy az esetben, hogyha itt könnyítettünk, akkor a másik oldalról, hogy milyen edényeket, milyen eszközöket lehet használni a szolgálathoz, abban szigorúbban járunk el, és ott csak kőedényeket lehet használni. Kő, vagy trágya, vagy agyag. Nem világos, hogy mi az agyag, vagy föld. Nem tudom, hogy a kettő között mi a különbség. De bárhogy is lenni, így jártak el. Oké, okay. Ezért nevezték kőkamrának azt a kamrát, ahova elkülönítették a papot, aki végzi a vöröstein szolgálatát. Hol volt ez a kőkamra? Májsnac, Fajnamizraha, északkeleten. Ha gyorsan felrajzoljuk a szentélynek a alaprajzát, már szerintem egy kicsit ismerjük, mert volt már benne dolgunk, akkor ugye így néz ki felülnézetből a szentély, a teljes szentély. Ez a fele, ez az úgynevezett női karzat, ahol a sima zsidók is bejöhettek. Amit lerajzoltunk, az volt a szentélynek a kertje. Itt van a szentek szentje, ez a legszentebb pont. Itt van az oltár. Ugye ez nyugat, ez kelet, ez észak, ez dél.
Akkor hol volt ez a kamra? Itt. Ide különítették el a papot. Miért? Különben a másik papot is, a Jom Kippuri szolgálata és a mellette levő kisebb kamrába itt különítették el. De ő miért volt itt, északkeleten? Azért, mert hogy nevezik a vöröstelent úgy hívja a Tóra, hogy hatosz, hogy bűnáldozat. Valójában ez nem egy bűnáldozat, semmi köze a bűnáldozathoz, de ezt a nevet kapta. A bűnáldozatot északon vágták le, az oltáron északon. Miért különböző áldozatokat különböző helyeken, pontokon vágtak le a szentély, volt, amit északon, volt, amit délen. Ezt északon. A másik oldalról hova kellett hinteni a milyen irányba kellett hinteni a megtisztulóra a hamvakat? Kelet irányba. Pontosabban a bejáratához a szentélynek, ami a keleti oldalán van a szentély épületének. Akkor ez az a terület, amiben ki kellett, hogy ismerje magát, és ezért ide helyezték el, hogy képbe legyen. Ugye nem jártak Kohén minden napot a szentélyben, és így 7 napon át ott volt a kis kamrába, nézegethette magának, hogy mi történik ezen a területen, és így kiismerje magát. Amarába bár hanna, amarába jéhanna, makam haja bár bájjénsz, bíras majd. Oké, menjünk tovább. Mi az a bira? Ugye, mert azt mondta, hogy a bira birában helyezték el egy kőkamrában. Mi az a bira? Azt mondja Rabbi Yochanan, ez a szent egy templom hegyen, a templom hegyen volt egy hely, amit úgy hívtak, hogy bira. És ez volt az a hely, ahol égették a érvénytenné vált áldozatokat, azt hiszem. Másik véleményéssel a kisamákkal, a migdas kalúj bira, és azt mondja, hogy nem, az egész szentét nevezték birának. Tehát a lifne, a bira, amit azt mondja, hogy a birában, az északkeleti pontján a birának, vagy a birától észak, a bira előtt északkeletre, az vagy az egész templomot jelenti, vagy ezt a külső pontot a templomhegyen, ahol égették a maradékokat. Oké. Honnan beszél és Lakis, hogy az egész szentét úgy hívjuk, hogy bira, mert Dávid is így mondja, amikor imádkozik Salamon fiáért, akkor azt mondja, hogy és építse föl majd a birát, amit én előkészítettem. Mi ez a bira? Nem a sör, ahogy az előbb mondtuk, és látom, hogy Róna Gábor is erre fölhívta a figyelmet, hanem kinek mi jut eszébe a biráról, hanem a szentély. Oké, okay, megyünk tovább. Na, hanni milli. Akkor térjünk vissza arra, hogy akkor ezek szerint és most jön a központi része annak, amit ma reggel tanulni fogunk. 7 napon át el kellett különíteni a Jom Kippuri szolgálatra készülő kohanitát, és 7 napon át el kellett különíteni a vöröstehén szolgálatára készülő kohanitát. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Amarabi nyumében helki, amarabi helszje bár idi, amarabi jöjjön, amarabi jöjjön, a következőből vezette ezt le. Amekra, ugye amikor most tanultuk nemrég, ma ezen a héten volt, vagy híba, jöjjmas mini, a 8. nap, így kezdődött a heti szakaszunk. Miről szólt a heti szakasz? Hogy amikor Mózes fölavatta a papokat a szentélyi fölavatásakor, a miskán fölavatásakor, akkor 7 napon át készülődtek, és a 8. napon felállították a szentélyt, és fölavatta a papokat. Látjuk, hogy van egy 7 napos felkészülés. Akkor a miluimnál, a papok avatásánál van egy 7 napos felkészítés, és a szöveg, ami a 7 napos felkészítésről szól a papok avatásánál, az úgy szól. Káser asszabai jöjjön az ecival sem látsz, és lehápar eléhem. Csak úgy, mint ahogy megparancsolt ezen a napon az örökkévaló, cselekedjétek engesztelésképpen magatoknak. Ha megengedjétek, akkor itt mégis előveszem a kis fordítást, mert a pontos... Tehát azt mondja, amint ezt a mai napon megtettétek, úgy parancsolta az Úr, hogy tegyen engesztelést értetek. Ugye Mózes 3. könyvek 8-as fejezetének 34-es mondata. Így fejezi be, amikor a papok avatásáról szól. Azt mondja erre a Rabbi Yochanan, itt 2 szó is van, ami fölöslegesnek tűnik ebben a szövegben. Tegyen és engesztelést. Tegyen, élu mászepara, a tegyen az utal további tevékenységekre, értsd a vörös tehén, engesztelést az utal a Jom Kippurra. Vagyis ugyanúgy, ahogy most 7 napon át
voltatok elkülönítve, amikor a papokat avattuk, ugyanígy tegyetek, amikor a vörösteinről van szó, és ugyanígy engesztelésnél, amikor Jom Kippurról van szó. Akkor... Most a szabad fordításban így néz ki a mondat. Akkor itt miről van szó? Pillanat, elnézést. Miről van szó? Mit következtetünk ki ebből? A tegyetek Eilu Mászer Para, vörös tehén. Engesztelés, az Jom Kippur. Akkor, ahogy a maihoz hasonlóan, ahol volt 7 nap, előkészülés a papok avatásánál, ahogy a papok avatásánál volt 7 nap előkészülés, ugyanúgy legyen lászlóisz, tegyetek a vörös tehénnel, és engesztelésként a Jom Kippurnál. Tehát akkor innen tudjuk, hogy mind a két esetben kell legyen egy hétnapos előkészület. Oké, most arról fog szólni a következő fél óra, hogy oké, hogy van ez a két extra kifejezés, tegyetek és engesztelés, de miért éppen úgy mondjuk, hogy ez a vöröstehénre és a Jom Kippurra vonatkozik. De másra is vonatkozhatna, vannak más rituálék is, és lehet, hogy azelőtt kell 7 napot külön válni, 7 napot felkészülni. Azt mondtam, bisleimakulekrave paralaimitukam, az, hogy az egész, mind a kettő, a tegyetek és az engesztelést, az a vörös tehénre vonatkozzon egyedül, ez nem nagyon merül föl. Mert lehaperxiv, hiszen az engesztelés kifejezés nem illik a vörös tehénre, a vörös tejnek semmi köze az engeszteléshez. Paralábászka para, ez nem a engesztelésről szól, hanem a megtisztulásról. Elején a kulakra abjaim ki ponim szív. De azt még mondhatnánk, és miért nem mondjuk ezt, hogy mind a két kifejezés a tegyetek engesztelést, az a Jom Kippurra vonatkozik. És ez esetben a vörös tejnél nem kéne 7 napot készülni, csak a Jom Kippurnál. Mert a Jom Kippurkor is van tevékenység, van tegyetek, és van engesztelés is. Akkor mondjuk azt, hogy ahogy a papok avatásnál van 7 nap felkészítés, úgy a Jom Kippur napján is van 7 nap felkészítés. És mind a két szó, ami fölöslegesnek tűnik, az a Jom Kippurra vonatkozik. Azt mondja a Talmud, Amri, Jalif Civa Civa, Jalif Civa Civa. Azt mondja, igen, de van még egy szó, és ez a harmadik szó, ez már utal a vörös tehénre. Mi ez a harmadik nap? Azt mondta, Poszó szerint a Tóra azt mondja, a maihoz hasonlóan, amit parancsolt, Káser Civa, most ez a kifejezés, hogy amit parancsolt, a parancsolt kifejezés, az szerepel a vörös tehénnél is. Akkor itt is, ez is olyasmi, amiből a vörös tehénre lehet következtetni, mert a vörös tehénnél szerepel a parancsolt kifejezés, és itt is szerepel a parancsolt kifejezés. Ismerjük azt a fogalmat, logikai fogalmat, hogy zeirassává, hogy a hasonló kifejezések elve, akkor itt van még egy utalás a vörös tehénre, mert a vörös tehénnél is van a parancsolt szó. Xiv ha civa sem látsz, ugye mi esetünkben úgy van írva, hogy parancsolta, hogy megtegyétek engesztelésként. Szívhaszam, a vörös tehénnél meg az van írva, Mózes negyedik könyvének 19-es fejezetének 19-es fejezetének 2-es mondata, ez a Tóra törvénye, amelyet az Úr megparancsolt mondván.
Zajsz hukász a tajrasa civa sem lejmaj. Mále hálembe para, afkále para. Akkor a két parancsolt szó, az utal arra, hogy a parancsolt, ami a vörös tehénnél van, az jelenik itt is meg a parancsolttal, és ezért a vörös tehénre utal ez a mondat. Remélem, hogy még követhető, hogy miről van szó. Mákán prisa, afkán prisa, ezek szerint innen tudjuk, hogy a vörös tehénnél is 7 napon keresztül kell különbálni. Még egyszer, ha csak ez a két szó lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy mind a kettő a Jom Kipúrra vonatkozik. De van még egy szó, ami szerepel a vörös tehén szövegében, Mózes 4. könyvében, akkor azt mondom, hogy ez a vörös tehén, mert ezt megerősíti ez a hasonló kifejezés, a parancsol, és az engesztelés az a Jom Kipúr. Oké. Okay. Akkor most nézzük meg a másikat. Azt most már tudjuk, hogy két külön dologról van szó, két külön dologra. Utal a vörös tehénre, és utal a Jom Kipúrra. De miért nem a Jom Kipúrra? Mondhatnánk azt is, hogy nem a Jom Kipúrra, hanem valami másra, valami más ünnepre. Ja, bocsánat, nem, még elvettem egy másik kérdést. Ugye azt mondtuk, hogy a... Nem, még egyszer. Azt mondtuk, hogy a parancsolt, az szerepel a vörös tehénnél. Oké. De van egy parancsolt, ami a Jom Kipúrnál is szerepel. Akkor mindig vissza tudunk térni az eredeti kérdéshez, hogy mind a két kifejezés a Jom Kipúrra utaljon. Mi lesz erre a Talmudnak a válasza, hogy különbség van aközött, ahogy a parancsolt szó szerepel a itt, és ahogy a parancsolt szó a ott szerepel. Miért? Mert a Jom Kipúrnál úgy szerepel a parancsolt szó, hogy a szöveg végén nyugtázza, hogy és Mózes megcselekedte mindazt, amit Isten parancsolt. Itt viszont a papok avatásánál és a vörösteinnél a parancsolt az még az események előtt van. Ezt parancsolta Isten, ezt tegyétek. És ezért inkább a két hasonló kontextusú parancsoltot kötöm össze, azt a parancsoltat, ami a szöveg az esemény előtt van, azt a parancsoltat, ami az esemény előtt van, és nem azt a parancsoltat, ami posztfeszta van, azzal a parancsoltal, ami a események előtt van. De én ma cívva, de amikor pont szívjászkos, hogy szóval ezt ma is, ugye Mózes 3. könyv 16-os fejezetének 3. mondatában az van írva, hogy Mózes megcselekedte mindazt, amit Isten parancsolt, akkor van a parancsolt, az a Jom Kipurnál is ott van. Azt mondja, a Talmud, Danin, Civa, de Lifnál, Szia, mi Civa, de Lifnál, Szia, de én Danin, Civa, de Lákhára, Szia, mi Civa, de Lifnál, Szia, azt mondja, a Talmud, inkább összekötök egy parancsolta, a kontextust is néznem kell. És ha a parancsolt a kontextusában úgy szerepel, hogy a szöveg arról szól, hogy esemény előtt, Isten megparancsolta, és ezt csináljátok, és egy másik helyen is így szerepel, akkor a kettőnek erősebb a kapcsolata, mint hogyha az egyik helyen a kontextus az, hogy még az esemény előtt azt mondta, hogy és megparancsolta Isten, a másik helyen meg úgy szerepel, hogy posztfeszta elmeséli, hogy miután megtörtént minden, elvégezette Mózes a dolgát, az úgy tette, hogy Isten megparancsolta. Azt mondja a Talmud, ve éma cívodekar banis, de cívbe jöjjünk, vasszai, ez ne iszrel. Azt mondja a Talmud, oké. Akkor maradjunk még egy kicsit a parancsolt szónál. Értem én, hogy azt akarod mondani, hogy a parancsol az inkább a vörös tehénhez kapcsolódik, mint a Jom Kipúrhoz. De van egy harmadik téma. Általában az áldozatok. Általában az áldozatoknál is, az áldozathozatalnál is szerepel az, hogy és megparancsolta. Azon a napon, amikor megparancsolta. Akkor azt lehetne mondani, hogy az áldozatok előtt várjunk 7 napot. Minden áldozathozatal előtt várjunk 7 napot. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud, nem, ezt nem tudom mondani. Miért? Mert az áldozatoknál nem az szerepel, hogy Sziva hogy parancsolta, hanem azt jelentett, hogy Szavoto parancsolásában, tehát más a ragozása ugyanannak az igének. És ezért itt úgy szerepel, hogy Sziva, az áldozatoknál úgy szerepel, hogy Szavoto, más a ragozás, akkor nem lehet alkalmazni a hasonló kifejezések elvét. Azt mondja a Talmud, miért mondod azt, hogy nem lehet használni a hasonló kifejezések elvét, amikor van egy olyan kontextus, ahol használjuk a hasonló kifejezések elvét, akkor is, amikor más a ragozása a két kifejezésnek. De Rabbi Ismael azt tanította, hogy amikor a leprásról van szó, tudjátok, annak a spirituális lepra betegségnek ugye van formája, ami megjelenik, ugye a bibliai betegségről beszélünk,
ami egy spirituális betegség, van olyan formája, megjelenik az ember bőrén, ami megjelenik az ember ruháján, és megjelenik az ember házán. Az ember házán megjelenő foltok kapcsán van egy folyamat, a Tóra leír, hogy amikor a kohén megnézi a ház falát, megvizsgálja a foltot, majd hét napra elmegy, aztán visszajön. És ebben a folyamatban van két kifejezés. Az egyik úgy szól, hogy ubo ha kohén, és jön a kohén. A másik pedig azt jelenti, hogy és visszatér a kohén. És a kettőt a Rabbi Shmuel tanháza úgy tanította, hogy össze lehet kötni a hasonló kifejezések elvén, annak ellenére, hogy két külön eltérő ragozású ugyanolyan igéről van szó. Tehát nem igaz az, amit mondasz, hogy a cavotó meg a civa, az nem ugyanaz az ige, mert más a ragozása, és emiatt nem lehet a hasonló elvek kifejezését, az hasonló kifejezések elvét használni. Mert látjuk, hogy van olyan eset, amikor lehet használni ugyanazt a, lehet használni a hasonló elvek, a hasonló kifejezések elvét annak ellenére, hogy eltérő a ragozás. Mit mond a Talmud? Azt mondja, igen, de más. Miért? Mert ott, amikor a lepránál használjuk a hasonló kifejezések elvét két eltérő ragozású igénél, az azért van, mert ugyanaz a téma. Itt viszont nem ugyanaz a téma. Az egyik szól a papok avatásáról, a másik szól általában az áldozatokról. És ezért akkor elvetettük most azt, hogy az áldozatokról legyen szó. Akkor összefoglalva. Aki nem tudta teljesen végigkövetni, az mégis most be tudjon esetleg kapcsolódni. Azt mondjuk, kérdés van? Oké. Azt mondjuk, hogy a papok avatása előtt kellett várni 7 napot. A papok avatásáról szóló tórai idézet azt mondja, a mai naphoz hasonló, amit parancsolt az örökkévaló, tegyetek engesztelésként. A tegyetek engesztelésként az látszólag egy fölösleges betoldása a mondatnak. Lehetett volna, hogy hasonlóan csináljatok, viszont tegyetek engesztelésként. Ez két témára utal, az egyik a vörös tehén, a másik a Jom Kippur. Ugyanúgy, ahogy a papok avatásánál a sivatagban 7 napot kellett várni előre, ugyanúgy a vörös tehén készítésénél és a Jom Kippuri szolgálatnál 7 napot kell készülni előre. Ez a téma. Fölmerült, hogy esetleg legyen csak a vörös tehén, azt tudok, azt nem. Legyen csak a Jom Kippur, azt is azt tudok, hogy nem. Legyen esetleg az áldozatok, hogy minden áldozathozatal előtt legyen 7 napos kövvásztás, ezt is elmagyaráztuk, hogy nem. Tehát most maradunk ott, hogy vörös tehén és Jom Kippur. Ennél a két témánál kell 7 napot külön választani a kohanitát, aki készíteni fogja ezeket a szolgálatokat. Ugyanúgy, mint hogy a papok avatásánál Mózes is külön választotta a papokat 7 napon keresztül. Azt mondja, Talmud le chapein, élu masse, jöjjj meg Kippurim, vémoká paradakat banőjsz. Akkor most nézzük meg ugyanazt a kérdést, amit az előbb föltettünk az áldozatok kapcsán. A civa, a parancsolta szóval, most föltehetnénk az engesztelés szóval a kapcsolatban is. Hagyjuk most a parancsoltat. Az a szó, hogy engesztelés, az mire vonatkozik? Azt mondtuk, hogy Jom Kippurra. Miért nem vonatkozik általában az áldozatokra? Általában az áldozatoknál is használjuk a Tórában az engesztelés kifejezést. Megint visszatérünk ugyanahoz a kérdéshez, amit itt föltettünk. Az áldozatoknál is van engesztelés. Akkor mondjuk azt, hogy minden áldozat hozatal előtt a papok várjanak 7 napot. Nem csak Jom Kippurkor a főpap. Szóval talán, hogy itt már egy elvi probléma van, ez egy logikai probléma, vagy egy gyakorlati probléma. Mi a dinan hékaim, mit rám nézze be lejpréssel? Szóval honnan tudom, hogy melyik kohén fogja majd hozni az adott áldozatot, hogy őt 7 nappal korábban leválasszam. A Jom Kippurnál lehet tudni, hogy a főpap lesz. De amikor simán évközben hozzák az áldozatokat, hoz valaki egy áldozatot, oké, ráadásul te vagy a kohén éppen, aki soros vagy, akkor tessék, te fogod hozni az áldozatot. De ezt nem tudom előre. Akkor honnan tudnám téged, hogy téged kell leválasztani? Nagyon jó! Nagyon puskáztál a fordításban, ugye? Viccelek. Azt mondtam, hogy oké, de mesélj, igen, ahogy pontosan, hogy Krisztán András mondja, miért ne lehetne azt csinálni? Az egész csapatot válasszuk le. Ugye, hogy volt felosztva legalábbis Salamon idejétől a szolgálat. Volt 24 csapat, mindenki egy hétre jött, és ezen belül volt 6 család. Minden napra egy másik család. A hetedik napon Sáveszkor pedig mindannyian voltak. Akkor minden családnak, tudjuk melyik nap, jövő hét kedden leszel, akkor most kettőt szétválasztanánk. Azt mondja, Talmud, oké, jogos. Akkor térjünk vissza egy, nem egy gyakorlati, hanem egy elvi dologhoz. Hogy lehet-e mihez hasonlít inkább az engesztelés 7 napja, a papok engesztelése a Jom Kippurhoz, vagy általánosan az áldozatokhoz?
Azt mondja, a Talmudikám a Jom Kippur, az miért? Mert az áldozatok, az egy mindennapos dolog. A Jom Kippur az egyszer az évben van. Ugyanúgy, hogy a papok avatása egyszer történt a történelemben, vagy legalábbis amikor új szentélyt csinálunk, akkor történik. Akkor logikusabb, hogy egy egyedi dolgot, egy egyszer történő dolgot következtessünk egy egyszer történő dologból, mint hogy egy mindennapos dolgot következtessünk egy egyszer történő dologból. Azt mondja a Talmud, Donin, Davasok, volna egy zaj, bármi Davasok, és kapolna, hogy már apukék a bőzök, hogy mi isztom. Azt mondja, oké, okay, elfogadom, akkor hagyjuk, nem az áldozatok. De van még egy opció. Mondjuk azt, hogy az ünnepek. Az ünnepek is egy ritka dolog, nem csak a Jom Kippur. És mondjuk azt, hogy az ünnepek előtt van a hétnapos leválasztás. Azt mondja, a Talmud, Donin, Davasok, Pamáhazmasan, Davasok, Pamáhazmasan, Lapuké, Davasok, Ninu. Nu? András, mi a szerint a válasz? Ugyanezt a logikát követ, azt mondjuk, igen, de az ünnepek az ritkán van, de háromszor egy évben. Szukot, Pészach és Sávot. Ritka, de nem annyira ritka, ahogy mondom. Jom Kippur az csak egyszer az évben, akkor logikusabb, hogy egy évben egyszeri dolgot következtetünk egy egyszeri dologból, mint hogy egy évben háromszor egy dolgot egy egyszeri dologból. Azt mondja, Talmud, no, mi ez a következő kérdés? Akkor válasszunk ki egy ünnepet, és mondjuk azt, hogy csak a Szukot, vagy csak a Pészach. Azt mondja, Talmud, de ima reggel elhalad, akkor mondjuk azt, hogy egy ünnep. De hite ima, laja dinan heminájú. Ha azt mondanád, hogy oké, okay, de nem tudom, hogy melyiket, a Pészachot, vagy a Szukotot. Szóval jó, hát ki tudnád találni, mert van érv ide is, van érv oda is. Ibehág a Mácai, szóval ő paszak bejátott Trina. Ibehág a Szukot, szóval mindegy, ez bőzaj. Azt mondja, Talmud, de akkor nem tudnám jelenteni, mert ilyen érv is van, olyan érv is van. Pészachra az, mert ez az első ünnep, ami a Tórában szerepel. Szukotra az, hogy több a micva benne. Akkor most melyik legyen? Azt mondja, Talmud, Ella, Danim, Prisa, Sivale, Mechad, Prisa, Nincsimé, Mechad. Én Danim, Prisa, Sivale, Sivale, Prisa, Sivale, azt mondja, Talmud, de van még egy különbség. Hagyjuk ezt, és akkor van még egy különbség. Ezek az ünnepek, ezek hétnapos ünnepek. Ez egy egynapos ünnep. A papok avatása egy egynapos esemény volt. Akkor jobban hasonlít a Jom Kippur a papok avatásához, hogy azt mondjuk, hogy a Jom Kippur, ami egy egynapos ünnep, legyen rá egy hétnapos felkészülés, mint a papok avatása, mint az ünnep, még egyszer, hogy a Jom Kippur, ami egy egynapos ünnep, legyen rá egy hétnapos felkészülés, ugyanúgy, mint a papok avatása, ami egy egynapos esemény volt, volt rá egy hétnapos felkészülés, mint hogy azt mondjam, hogy a papok avatásával, ami egy egynapos esemény volt, és volt rá egy hétnapos felkészülés, következtessek az ünnepekre, ami egy hétnapos esemény, és legyen rá egy hétnapos felkészülés. Akkor jobban hasonlítani csak a Jom Kippur a papok avatásához, mint bármelyik másik ünnep. Azt mondja, Talmud, van még egy lehetőség. Milyen egynapos ünnepünk van? A Rosh Hashanah is fel fog merülni. Jogos. Hogy? Hogy? De még előtte van egy másik. Smini Atzeret. Szukot végén van ugye a Smini Atzeret, a 8. nap, ami egy különálló ünnep. Közvetlen a Szukot után jön, de egy különálló ünnep. Azt mondja, Talmud, Dani Davasein, Kudusele Fanam, mi Davasein, Kudusele Fanam, én Davasein, Kudusele Fanam, Davasein, Kudusele Fanam. Azt mondja, Talmud, igen, de a Smini Atzeret az nem jó. Ez merül föl, mint harmadik opció. Miért? Mert a Sminyátszeret miben tél? Igaz, hogy ez egy egynapos esemény. Eddig az volt a problémád, hogy ezek hétnaposak, az meg a papavatás meg egynapos. Tessék, hoztam neked egy ünnepet, ami egynapos. Így van, azt mondja, de előtte van hét szent nap. A papokavatás előtt nem volt hét szent nap. Akkor inkább a Jom Kippurhoz hasonlítjuk, ami előtt nincs hét szent nap közvetlenül, mint a Sminyátszeret, ez ami ugyancsak egynapos, de van előtte hét szent nap. A hét szentsége. Hét szent nap. Azt mondja a Talmud, de lávkába hajj, miért húl? Azt mondja a Talmud, hogy miért mondod? Nem logikusak? Hogy egy olyan ünnep, de ha ásta, de ha se én kudusi lefon, ebben én prinsi, de ha se és kudusi lefon, ebben én kölyseké. Pont fordítva. Ha van egy olyan ünnep, vagy van egy olyan esemény, ami előtt nincs hét szent nap, lásd papok avatása, és mégis kell hét elkülönülő nap előtte, akkor egy olyan szent ünnep, ami előtt már volt hét szent nap. Pláne, hogy kell, hogy legyen. Hét. Nem kell hétszer, hét, csak hét elkülönés előtte.
Azt mondja, a Talmud, amarám sársen loj. Szóval hagyjuk. Nem. Ez lehet így is érve. Mondok egy másik. Mit mond a Tóra? Bocs. Mit mond a Tóra? Azt mondja, kajolimaze a maihoz hasonlóan. Ugye így szól a papokhoz. Ja, mit jelent az, hogy kaze? Kaze? Pont olyan, mint a mai. Magyarul, hagyjuk ezt. Hogy most akkor inkább kell, nem inkább kell. Egy olyan napot keresek az évben, ami pont olyan, mint ez a nap, a papok avatása. Milyen ilyen nap van? Jom Kippurban, nincs előtte 7 nap. Mondj egy napot, ami szent, nincs előtte 7 nap, ritkán fordul elő, és akkor azt mondom, hogy ugyanúgy, ahogy a papok avatása ilyen volt, ez is olyan, és rá kell készülni. Azt mondja a Talmud, Rábási Amár, mi ikamidi de ikaregel nöj baj prisa, tafölni dej baj prisa. Ez lehet egy lehetséges válasz. De Rábási még visszatér az előzőhöz. És azt mondja, eleve különben nem is logikus, hogy a Smini Atzeret legyen. El tudnád képzelni, hogy a Smini Atzeretre föl kell készülni 7 nap leválással, úgy, hogy az azt megelőző szukatra nem kell felkészülni 7 nap leválásra? Nem logikus. Van egy fő ünnep, a szukat. Ennek a végén van egy külön ünnep, ami a Sminát szeret, de mégis kapcsolódik az ünnephez. Akkor nem gondolod, hogy logikus? Azt gondolod, hogy logikus lenne, hogy erre az utolsó napra föl kell készülni 7 nap elkülönéssel, de az azt megelőző fő ünneppel, ami 7 napos, nem kell felkészülni 7 nap elkülönéssel? Ez nem logikus. Akkor ezért inkább legyen a Jom Kippur. A fiúl nem áll, de amely a smini reggel bifte átszmoljú. Azt mondja, és ha azt mondanád, hogy a sminiát szeretnek, semmi köze a szukotthoz. Ugye, hogy néz ki a szukot? Van 7 nap szukott ünnep, és a 8. nap sminiát szeret, a 8. nap a gyülekezés napja. Semmi köze a szukotthoz. Azt mondja, talán, hogy igen, de senki nem mondja. Csak abból a szempontból, hanni inni le innyán pazárkásáv, ez csak 6 egyedi téma kapcsán mondjuk, hogy ez egy külön ünnep. Vissza fogunk térni, mi ez a 6 külön téma. Ezt egy mozaik szóban jelöli a Talmud. Ával imjent a slum, mint a mishonir is olyan is olyan. De alapból ez mégis ugyanaz az ünnep, hiszen látjuk, hogy azt a hagiga ünnepi áldozatot, amit nem hoztál meg, szukatkor lehet pótolni is minél a szeretkor. Tehát akkor mégis van kapcsolata egymással. Mi sem egy hag, bejöntő, hogy isen is egy hag, ha igen, majd akkor a legyen kulevén, áhra is egy hag, vagy tanultuk, hogyha valaki nem hozta meg az áldozatot, a hagiga áldozatot szukottkor, akkor egész szukott alatt, szukott első napjának, egész szukottkor hozhatja, sőt, még sminyát szeret napján is. Mi az a 6 téma, amiben mégis külön ünnepnek számít a sminyát szeret? Szóval ez pazár kasár. Tessék, drága barátaim, szeretitek a misztikus dolgokat. Pázár, pazar, kasár. Mi ez a pazár kasár? Következő 6 szóból áll össze. Pályász. Zman, reggel, korban, sír és bracha. 6 különböző olyan téma, amiben a Smini Atzeret más ünnepnek számít, mint az 5 megelőző szukot. Mi ez a 6 téma? Az első a pályász. Pályász egy kicsit komplikált. Még van 4 percünk, gyorsan össze tudom foglalni. Ugye, hogy történt az áldozás a szentélyben? Általában évközben ki voltak osztva a hetek a 24 csoportnak. Minden csoport egy másik heten szolgál.
A zarándok ünnepeken viszont minden kohanita szolgált. De az ünnepen belül hogy döntötték el, hogy ki szolgál? Szukottkor olyan sok áldozat volt, hogy ezt egyszerűen az ő sorrendjükben döntötték el. Mindenki hozott egy áldozatot a ünnepi áldozatokból a csoportok sorrendjében. Tehát, hogyha ők voltak a sor első hét, második hét, harmadik hét, ugye ebben a sorrendben hozták az ünnep alatt az összes kohén, aki ott volt az zarándok ünnepen, ugye mindannyian ott voltak a szentélyben, és hozták így az áldozatot. Viszont Sminat Szeretkor elővették azt, hogy kisorsolták. Sorsolták az áldozatot, hogy melyik csoport hozza a 24-ből. Ez szerinti a pályász, az azt jelenti, hogy sorsolás. A következő az az man, az azt jelenti, hogy a sehiánu áldást, a megéltük áldást, amit csak egyedi ünnepekkor, különleges alkalmakkal szoktunk mondani, a Sminat Szeretkor kell mondani. Nem tekintjük a szukott folytatását. Például a Pészak utolsó napján nem mondjuk a sehiánut, mert ez a Pészak vége. A Sminat Szeretkor mondjuk. A következő dolog az a sír, az, hogy a reggel. Ja, bocsánat, reggel. A reggel az az, hogy külön ünnepnek számít, magyarul, amikor például az imában, vagy a bencsolásban említjük, akkor külön megemlítjük, és nem a szukott részeként. Biomas miniat szeret az, és nem biomhág a szukott az. Igen, a következő az a korbán, az áldozat, hogy a muszaf áldozata a Sminat Szeretek más volt, mint a szukoti muszaf áldozat. A sír az az, hogy az ének, amit a léviták mondtak, az más ének volt, mint szukot alatt az áldozás közben. És az utolsó az a bracha, az áldás, hogy... Ugye, amikor fölépült a szentély, Salamon király szentélye, az szukottkor avatták, és Sminat Szeretkor egy különleges áldást mondtak a királyra. És ennek emlékére Sminat Szeretkor volt egy szokás, hogy mondanak egy különleges áldást a királyra. Ez a 8, ez az a 6 dolog, amiben a Sminat Szeret az tényleg egy külön ünnep a szukottól, de amúgy mégiscsak összefüggésben van a szukottal, tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy ez egy különálló nap lenne, akár csak a Jom Kipur, tehát így aztán visszatérünk az eredeti állapothoz, és azt mondjuk, hogy az engesztelés mégis Jom Kipurra vonatkozik, tehát egyelőre ott maradtunk, hogy ahogy 7 nap felkészülés volt a papok avatásánál, úgy kell 7 nap felkészülés a vörös lemélyhez, és 7 nap felkészülés a Jom Kipurhoz. Drága barátaim! Ugye milyen pontosak vagyunk? Te egy svájci óra? Fantasztikus. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Idáig tartott a mai nap. Holnap reggel. Gábor azt kérdezi, hogy a parancs az nem kudá. Nem, az számbaverés a kudá, hébe, az a régi hébe, óhéberben. Civá, civá, leca volt, mecavé. Van egy még egy kérdés? Igen, hát pont erről beszélünk, mondja itt a Róna Gábor, hogy kuda, lefaked, ez az óhéberben nem ez. Más óhéberben van-e? Most így nem jut eszembe. De a ragozás tére a szó maga ugyanaz? A szónak a két gyöke a cáv. Váv és a base race, ott felcserélődhet? Hol? Akkor az első cáv. Ez a gyöke. Bocsánat. Ez a gyök. Civa és Szávotó. Ugyanaz, ugyanaz a két betű. Csak... Az hét, Civa. Ez egy hét. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. A holnap reggeli viszontlátásra, viszonthallásra. Még egyszer mondom, a fordítást megtaláljátok a napitalmud.hu mai oldalán. Sok szeretettel mindenkinek. Jó tanulást kívánok!